Szép jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy ilyen sokan eljöttek. Ez a hangerő, az jó? Hátul? Picit. Tekerjek rajta egy kicsit? Így jó? Most így? Rendben. Hogyha lemerülök, akkor szóljanak, akkor töltök egyet rajta. Oké, rendben. És mai téma, amit volt hirdetve, beszéljünk egy kicsit reinkarnációról, reinkarnáció törvényről. Több vélemény van erről az egész témáról. Valahol azt állítják, hogy nincsen, valahol azt állítják, hogy van. Mi pedig fogunk beszélni a védikus tudomány szerint, mert ez egy tudomány, és megnézzünk, hogy milyen véleményet adnak a védák. Mi az a védikus tudomány, mi a véda? Annyit lehet róla tudni, hogy a véda az azt jelenti, hogy tudás, és ezt a tudást Isten adta embernek. Magyarul a véda az az Istennek a véleménye, hogy ő hogy látja a dolgokat, vagy hogyan teremtette. Pont holnap Szegeden fogunk beszélni, hogy most akkor evolúció a Darwin szerint, vagy mégis Isten teremtette. Holnap pont ott is lesz, hogy hogy működik az élet, hogy hogyan jött létre az egész élet, vagy univerzum. Majd beszélünk akkor a reinkarnációról. Fogok egy kicsit sétálni, hogy innen-onnan is tudjanak látni. És lehet, hogy széket kicsit elrébb rakunk. Hát nézzünk, nem tudom, mennyi fog beleférni az időbe, mert nagy a téma, és hát lássunk akkor, hogy hogyan próbálok megint kicsit gyorsabban haladni, hogy tudjunk jól átmenni részletesen is, de ugyanakkor ne húzódjon el. Akkor fogunk beszélni először, hogy megértsünk, hogy van reinkarnáció, vagy nincsen reinkarnáció, ahhoz meg kell érteni, hogy kik vagyunk mi. Mi a természetünk. Akkor erről fogunk beszélni. Utána beszéljünk a következő, akkor a halál és a születés törvényről. Múlt és jelen élet kapcsolata, hogyha már van ilyen, akkor mi a kapcsolat, miért van, hogyan kell helyesen élni, hogyha van reinkarnáció. Mert hogyha nincs reinkarnáció, mindegy, hogy élünk, nem? Lehet lenni arrogáns, önző, egoista, gyilkos, ki lehet még terrorista, mert mindegy, hát mert nincs következménye. Csak én érzem jó magamat, az a lényeg. De mégis látjuk, hogy emberek törekszenek valamilyen morális elvekhez tartani magukat, akkor nézzük meg, hogy miért is akkor kell morális elvek. Oké, tovább lépjünk. Akkor az egyik fő törvény, amit most fogunk itt beszélgetni, ez az, hogy van nekünk egy testünk, van a fizikai testünk. Ez a fizikai test, ez állandóan változik. Hogyha mi megnézünk megint a védikus írásokat, akkor ott azt írja, hogy a születéstől, amikor csecsemőkorba van a test, akkor az átváltozik a gyerekkorra, gyerekkortól ilyen serdülőtől felnőtt, öreg, és akkor végül meghal, és akkor szétbomlik a test. Szóval ez az egyik törvénye a testről, hogy test változik állandóan. Rendben, nézzünk következőt. Én, mert mi mindannyian úgy tapasztaljunk magunkról, hogy mi vagyunk, hogy én vagyok. És ez az én, ez sose változik. A test nekünk most más van, mint akár
hogyha már kicsit a tudósokat is fogjunk, mint egy az ők eredményüket, ők azt tudják, vagy azt kutatták, hogy 7 évente összes sejt kicserélődik a test belül. Ez azt jelenti, hogy 7 évente új testünk van. Mostani test nem az, ami volt 7 éve ezelőtt. Viszont én az voltam, én nem változok meg, nem lehet mondani, hogy 7 éve ezelőtt ő voltam. És 7 év múlva ő leszek. Hanem én voltam, én vagyok, én leszek. Ez a fontos tudnunk, hogy az én az nem változik. Oké, nézzünk a következőt. Igen, viszont itt tudnak nekünk mondani nem igaz, mert az én ez molekuláknak, meg a vegyszereknek a bizonyos kombináció eredményeképpen jelenik meg, és akkor végül az énet lehet megcsinálni. Kinek van smartphone-ja? Ki tud beszélni a saját telefonjával? Nem tudom, hogy Android-ne hogy kell mondani. Google Now? Nem? Az van ott? És akkor meg lehet kérdezni, hogy hány óra van. És akkor megmondja, hogy 17 óra, 7 perc. Milyen az időjárás? És akkor nem tud nekünk válaszolni. A telefon, a számítógép, az iPhone-nál a Siri, ott is lehet, ő is mondja. Akkor lehet mondani, hát csak én szerintem nem egy lélek. Mert én most itt ez a én, ez egy lélek. Hogy én nem vagyok ez a test, én lélek vagyok. De sokan állítják, hogy nem, mert ezeket már mi a küszöbön vagyunk arra, hogy megcsináljunk olyan gépeket, akik teljesen olyan lesznek, mint emberek, csak gépekből. És lesz intellektusok, és nem csak intellektusok, hanem teljesen önálló, tanulható rendszer. Mert most is azt mondják, hogy a ti smartphonotok, nem tudom, hogy magyarul hogy szokták ezt kifejezni, de öntanulók. Figyelnek, hogy mit használsz, és akkor ő is ezt így analizálja, és akkor úgy, akkor neked legközelebb így adja a dolgokat. Az egész rendszer így csinálja. Nem tudom, ki használ Facebookot, hogyha valakivel ismerősebb beszélt, nem is ment internetre, csak beszélt valamilyen ruháról, vagy márkáról, utána megy a Facebookra, és már ott ajánljanak. Intellektuális. Igen, vannak ilyen mesterséges intellektusok vagy intelligenciák, az létezik, az igaz. Viszont, ami nem tud létezni, az, hogy ezek a gépek, ha bár vannak, ők lehet válaszolnak és analizálnak matematikailag dolgokat, és például tud analizálni, most vannak olyan hőmérők, most koronavírus, hallottátok róla, ugye? Most már van olyan hőmérők, ha nem kell érinteni a bőrét az embernek, hanem így sugárral ráirányítasz, és akkor megmondja, hogy hány fokos a testje. De ennek a hőmérőnek teljesen mindegy, ő nem tudja, ez jó vagy rossz, ez a 40 fok, vagy 30 fok valaki. Szóval a gépek, ha bár valamikor jelezni is tudnak, hogy veszély, füst van, vagy valami, de ott nincsen senki ebben a gébe, aki érzi. Nincsen érzés. A gépeknek nincsenek érzések. Az érzéseket, az érzelmeket, na ezt nem lehet létrehozni. Sok mindent lehet megcsinálni, mesterséges dolgokon, de nem lehet. De én, ez a szó, hogy én létezek, én vagyok, ez a lélek, és ez pont, aki érez és tapasztal. Ez egy fontos dolog. Szóval a gépek, az sose lesz lélek. Lelket nem lehet meggyártani. Mi a bizonyíték? Nagyon jó bizonyítéket tudok mondani, hogyha mi
megkérdezünk tudósokat, hogy miből áll rizs szem. És akkor laborba elvisznek, levizsgálják, és akkor küldenek nekünk egy listát. Ebből van a rizs szem. Még meg is mondják, hogy milyen arányokban vannak az összetevők. Akkor mi megmondjuk, figyelj, akkor adok neked mindenből, vegyi anyagból, csináld meg laborban rizs szemet. Nem fog tudni megcsinálni. Ez csak egy rizs szem, ez egy primitív rizs. Nem is beszéljünk az emberről, csak egy rizs. Vagy narancsot, kérdezzük meg, hogy miből van narancs, akkor megmondják, akkor jó, akkor szedd össze ezeket a savakat, meg mindenféle dolgokat, pedig a fa az honnan szed össze? Fa nem megy, vegy áruboltba, és akkor összevásárol a listán, akkor az megvan, megvan, jó, akkor most jó, akkor tudok gyártani narancsokat. Nem. Ő termeli a napfénytől, átalakítja a napfényt, a levegőt, a vizet, átalakítja. Szóval narancsot, rizsszemet nem képesek már létrehozni. Intelligenciákat, számítógépeket, smartphone-okat igen, de rizs, meg ilyeneket miért nem? Mert a narancsfa, meg a rizsnövény, ez egy lélek, benne van, aki fel van hatalmazva arra, hogy létrehozzon ezeket a termékeket. Ember nincsen erre felhatalmazva, akármilyen nagy agya lesz, hogy nem is férne ide a terembe, valaki besétál, nagy agyú ember, akkor sem lesz képes, mert ez nincsen erre felhatalmazása. Oké. Remélem, hogy gyorsabban haladni fogunk. Akkor következő, mint fogunk beszélni, a halálról. Hogy létezik-e halál? Hát mondhatjunk igen, és nem. A test szempontból létezik halál, a test az előbb-utóbb tönkre fog menni, és minden funkció fog állni. De a lélek számára attól függ, hogyha a lélek testtel azonosítja magát, az úgy mondják, hogy hamis azonosítása van, akkor át fog élni a halált, akkor létezik számára a halál. Miért? Mert azt gondolja, hogy én vagyok ez a test, és hogyha most ez a test megszűnik, akkor hát, hogyha én vagyok az, akkor én megszűnök, és akkor vége lesz nekem, akkor meg fogok halni, és akkor számára létezik a halál, mert át is éli az élményt. Igen, ebben az esetben ez létezik. Oké, de mindjárt fogunk arról is beszélni, hogy milyen esetben nem létezik halál. Mert van olyan állapot, amelyikben tud lenni egy ember, hogy számára a halál félelmel együtt eltűnik. Nem fog létezni. Ezeket az embereket úgy hívják, hogy akik legyőztek a halált. Végül minden, aki emberi testbe született, ez a feladata, legyőzni a halált. Ez nem kiválasztott kell, hogy legyen valaki külön, valaki, aki kell, hogy csak ő tudjon legyőzni. Mindenkinek, aki emberi testbe született, ez az élet értelme. Ez az élet feladata, amellett, hogy valaki valamilyen háztartást csinálja, bizniszét csinálja, az csak egy ilyen kis ideiglenes dolgok, ami testtel kapcsolatban vannak, de a fő dolog ez megvalósítani és legyőzni a halált. Mindjárt megnézzünk, hogy működik, most ezek milyen bevezető dolgok az egész témába. Most még már említettünk akkor, hogy van testünk, a test, ami változik, nem öröki való, előbb-utóbb megöregszik, meghal, megbetegszik, koronavírus, és a többi.
De a lélek az egy ellentétes dolog, és akkor most egy kicsit nézzük meg, testről beszéltünk, beszéljünk egy kicsit a lélekről. Akkor a lélek természete örökké létező. Hogy lélek az azt jelenti, hogy sose tűnik el. Sose keletkezett, sose fog meghalni. Ez a lélek. Kérdésem, kinek, ki tudja megérteni magáról, hogy ő mielőtt született, nem létezett? Valaki ezt képes megérteni? Ki képes megérteni azt, hogy amikor meghal ez a test, akkor ő többet sose fog létezni? Nem lehet ezt elképzelni. Ugye nem lehet elképzelni? Így van. Ez normális. Mert mi, mint lelkek, mi nem tudjunk, az, hogy egy kicsit félre vagyunk vezetve, oktatásukkal, mindennel, mert minket egyfolytából csak a test szempontjából tanítják, meg az se pontos, az se jól csinálják, hogy hogyan működik a test, és a többi nem annyira pontos, precíz, valamit próbálnak, de a teljes képet rólunk mi nem kaptunk. És ez az egyik, ez egy nagyon fontos és nagyon jó hír. Hú, mikor ezt megtudtam, akkor megnyugodtam. Minden depressziónak vége lett. Hát, örökké élünk, akkor nagyon jó. Következő a része természetnek, hogy a lélek tudatos. Ugye már beszéltünk hogy a tudatosságról, hogy lélek tudattal rendelkezik, és a tudat, amit pont mondom, ez pont nem az, ami mesterséges intellektus vagy intelligencia, hanem a tudat, ez az tudatosság, hogy én létezek. A telefonjaink, habár jobban beszélnek magyarul, mint én, de ők nem tudnak magukról, hogy ők léteznek. Ez, és neki mindegy, most te kikapcsolsz, bekapcsolsz, sose többet nem kapcsolod be ezt a telefont, szétszedett, ő neki mindegy, mert ott nincsen semmi érzés. És a tudatosság, ez az érzés, érzelem, és ez a tudatosság magunkról, hogy én létezek, ez a tudat, ez a léleknek a funkció. Azért, hogyha mi bármilyen kis élőlényt megnézünk, állatokat, egy kis hangyákat, ők nekik nem mindegy, hogy rá megülünk vagy nem, ők menekülnek, meg ők tudatosak, hogy ők most ezzel a testtel kell cselekedni, és ők akarnak élni ebbe a testbe. Szóval ők tudatosok magukról. Ez a különbség a mesterséges gépek és a lelkek. És a harmadik, ez pedig a szüntelenül boldogság. Szóval a léleknek a természete, hogyha mi megnézünk akár hát a lelki, csak a lelki természetet tisztán, mondjuk így, akkor a lélek boldogságból áll. Ez a test áll húsból, meg erekből, meg sok minden másból. Hogyha a lelket bontjuk, akkor az lesz, hogy örökké, tudatos, vagy tudatos tudás és boldogság. Ebből áll a lélek. Ott van a boldogság, már benne van. Ezért mi sokszor halljuk, belső boldogság, belső boldogság, belső boldogság. Igen, ilyen lehetséges. Oké, akkor ez a léleknek a természete, és megyünk még egy kicsit tovább. Hogy nem tudom, látnak-e hátulról, ezért lélek, ő mindig változatlan marad. Ő sose változik, sose fog megszűnni, és ő mindig és mindenhol ugyanaz marad. Szóval én vagyok, én mindig az maradok. Jó, akkor következő, amit megbeszéljünk. Hogyha én lélek vagyok, és van nekem testem,
és halál test szempontból létezik, lélek szempontból nem létezik halál, aha, akkor valamilyen reinkarnáció van, de hogyha van reinkarnáció, akkor nekem nagyon nehéz elhinni az egészben, mert én nem emlékszek. Hát meg lehet kérdezni, hát ki emlékszik, ki tavaly ugyanezen a napon csinált, mit csináltunk? Emlékszik valaki? Tegnap, mi, múlt héten, ma mi van, szerda? Múlt héten ki csinált, 17 óra, 21 perckor. Szóval, vagy egy hónappal ezelőtt, semmit. Szóval itt már probléma emlékezettel van egy életen belül, nem csak a előző életről, de létezik ilyen fokozatok, hogy olyan felejtünk. Most nem tudom, mennyire menjünk bele. Jó, belemegyünk, mert itt egy kicsit több megértés kell, hogy megértsük, miért nem emlékszünk előző életre. És akkor hát úgy fogunk, hogy haladunk, ameddig haladunk. Jó? Aztán én körülbelül 6 óra környékén meg fogok állni. Plusz-minusz. Jó, oké, kezdjünk. Akkor, hát első fokozat, amikor én elfelejtek előző életről, amikor jön a halál. Na most, mit jelent a halál igazából lélek számára? Miért ettől félünk? Hát elsősorban azok, akik testnek gondolják magunkat, azok mindig fognak félni a haláltól. És miért? Mert ez a félelem, hogy én gondolom, hogy test vagyok, és akkor én megszűnök, akkor ez egy élmény. Félelem, élmény. És a mi tudatunk élmények alapján működik. Mi mindig élményeket kapunk. Megyünk valahova vendégségbe, hogy jó élmény legyen, jó társaságtól. Finomat főzünk, hogy jó élmény legyünk. Férhez megyünk, házasodunk, hogy jó élményünk legyünk család életbe. Aztán utána tudjunk, hogy van vagy nincs, az majd idő megmutatja, de a szándék mindig az, hogy élmény, élmény, élmény. És az erősebb élmény, ami nagyobb benyomást ad, az felejtés tud hozni az előző élményekre. Például, van egy példa, amit szoktam mindig ezt mondani, a gyerekkoromi példa, amikor játszoltam a játékokkal kis szőnyegen, szobába, anyukám megfőzött az ebédet, és akkor mondtam, fiacskám, gyere ebédelni. Nem sem, meg sem válaszoltam. Lényeg, én csak azt emlékszek, amikor már fakanállal jön hozzám, azonnal, kinek főzte, kihűlt már rég minden, azonnal gyere és ebédeljél. És akkor én mit mondtam neki? Miért rögtön kiabálod, nem lehet szépen mondani? Micsoda, hát már egy órán keresztül, már 10-szer mondtam rendesen. De nem hallottam. Miért? Mert a játékban voltam elmerülve, és az az élmény volt, a játék, és akkor semmi más nem hatott rám. Szóval így az élmények működnek az emberre. És amikor valamikor először mondta, hogy gyere, és akkor mondta, mindjárt jövök, és utána megint játék élménybe merültem, elfelejtettem, hogy mondtam, hogy mindjárt jövök. Kinek volt ilyen? Ilyen sokszor. Szóval az élmények. Ezért, amikor történik halál pillanat, akkor azok a személyek, akik testnek gondolják magukat, akkor ő, hát képzeljünk el, ott fekszünk, és akkor állnak körülöttem a rokonok, jó esetben csak sírnak, hogy jaj, ne menj el, rosszabb esetben már háború van, a vagyonomat már ott próbálnak megosztani, már mérgeznek egymást, hogy megkapjanak a vagyonomat, és ez minden átélek, közben még a halál is jön, és én nagyon félek,
És amikor kikapcsol minden funkció, utasó kilégzés történik, akkor én kapok ezt a halál élményt. Mert annyira félek, hogy én most meg fogok szűnni létezni, és nincsen kapaszkodó, és csak ilyen tehetetlenül néznek rám mindenki, akkor pum! És megkaptam olyan erősen ezt a élményt, hogy meghaltam. Utána majd tudathoz tér az ember, de annyira, hogy ez egy ilyen felejtés hozza. Ő már nagyon sokat elfelejti. Majd elmondom, hogy hogy működik egy kicsit később a memória halál pillanatban, de felejti mindent. Utána, amikor kerül anya méhébe, és amikor születés történik, új testet kap, akkor a születés az is ugyanolyan hasonló trauma, mint a halál. Ugyanolyan nagy stresszt okozza, élményt, hogy még egyszer kapja egy nagyon olyan élményt, hogy felejti. Nem tudom, amikor vannak a boxolók, és mikor jó üti adjon egy másikat, és akkor ő elállja, és akkor így áll, és így ül, és akkor így nézi, hogy hol van, nem tudja, hogy hol van, mi történik. Ilyesmi, elfelejti. Szóval ugyanúgy a születéskor olyan traumát kap a lélek, hogy elfelejti. És a harmadik dolog, amitől felejtünk, az, hogy az a csecsemő test, az nagyon friss. Az érzékek frissek, nem tudom, ki emlékszik, hogy mennyire friss volt minden élmény. Az illatok, amikor óvodába mentem, és át volt festve óvodának a falai, ez mai napig emlékszem, hogy valamikor bemegyek valahol, és ugyanaz az illat, akkor bejön a óvodája emlékezet. Szóval azok az új érzékkészlet, ami van a gyerek testtel, azt még jobban adja felejtés, mert én elmerülök új élményekbe, és elfelejtek még jobban. Aztán azok a személyek, akik megvalósítottak, akik tudnak, hogy én lélek vagyok, ők tudatosan lépnek ki a testből. Ők tudják, na jó, mert igen, aki testnek gondolja magát, az harcol utolsó pillanatig, hogyha nem fárad bele a rákos betegségtől, amikor már mondja inkább a halál, mint ennyit szenvedek, akkor azok inkább szívesebben meghalnak, van olyanok. De egyébként senki nem akarja. Kapaszkodik, és ettől jobban szenved. A megvalósított személyek, ők tudják, hogy oké, itt lejárt a szavatosság ennek a testnek, többet garanciát nem vállalnak rá, akkor megyek is. És akkor van módszerek, hogy hogy kell elengedni a testet. Szóval és ilyen személy, aki ezt csinálja, van egy ilyen könyv, Bhagavad Gita, ahol erről beszél, hogy úgy számokra halál, mint átöltözni. Amikor valaki leveszi egy régi ruhát, felveszi új ruhát, és akkor kész. Ennyi a halál. Szóval ugye ilyen személy képes emlékezni előző életre, mert ő nem kapta halál élményeket, és ő mindig tudatos a lélekről, ő nem kap traumákat. Az ő pszichikája a felnőtt korára is, hogyha mondjuk ő előző életben már volt megvalósított következő életben, ő nagyon jól tud emlékezni, és nem kap traumát, amit érintőt akár gyerekkorban, bárhol. Miért? Mert nem azonosítja magát ezzel a testtel. Nekünk miért vannak sérelmeink, minket nagyon könnyen megbántani? Hát a hamis azonosság miatt. A hamis ego, ő nagyon fájdalmas. Ez a hamis ego, amikor én gondolom, hogy test vagyok. A tiszta ego, amikor én tudom, én lélek vagyok. És ilyenkor a pszichikája egészséges lehet. A hamis egónál nagyon sérülékeny a pszichika, nagyon könnyű, hogy legyen problémája, betegsége, és akkor pszichológus, pszichiáter, meg bárki más, aki tud ebbe segíteni, oda lehet menni.
És igen, ezért mondtam itt, hogy lehet szerezni emlékezetet, vagy nem lehet, hanem lehet emlékezni előző életre, csak, de azok a személyek általában törvényszerűen, akik megvalósítottak. De viszont vannak olyan esetek, amikor az ember nem volt megvalósított, de mégis emlékszik. Meg ilyen a sorsa, ilyen a karmája. Nagyon sok, most erről nem akarok példákat hozni, de hogy valaki kíváncsi, csak YouTube-on írjanak be, lehet, hogy a fele szélhámos, de lehet, hogy néhány biztos, aki tényleg emlékszik előző életre, és akkor elmesélnek, és ott csinálnak ilyen kísérleteket, bizonyítékokat, hogy ő ki volt, hol volt előző életben, utána elutaznak arra a helyre, és akkor tényleg, és akkor minden mesél, mi hol van. Ilyen is van, de ezek nem tudatos dolgok. Ezért semmi garancia, hogy csak úgy bárki emlékezheti előző életre. Csak tiszta, tiszta tudatú. Mit jelent, hogy hamis ego? Hogyan mi élünk ezt az életet úgy, hogy kapunk azokat a traumákat, ami igazából nem érint minket. Csak mi beleélünk magunkat. Úgy, hogy ez a világ, úgy mondják, hogy sötétséggel van átitatva. Hogy a világ az egy sötétség. Sötétség ez azt jelenti, hogy tudatlanság, hogy maga a világban nincsen tudás a lélekről, semmiről. Erre kell tanulni külön a tudományokat. És úgy működik az a mi világunk, mint egy mozi. Hogy amikor én ülök a moziban, nézem a filmet, akkor azt látom, hogy valami történik, történet, epizódok történnek a vászonon. Nem látom vászont. Ki, aki nézi mozit, látta a vászont már? Nem, ő látja azokat a dolgokat, amit ott történnek, és akkor beleéli magát, és vannak ezek a hangulatok. Szóval ugyanúgy a lélek, mikor kerül ebbe a világba, ő a tudatot vetíti erre a testre, és akkor beleéli magát. És akkor azt gondolja, hogy akkor én vagyok ez a test, ez az én országom, ez az én világom, ez az én rokonaim, és akkor valami történik, akkor traumát kapok, és tehetetlenül nem tudok segíteni, és ettől még jobban fáj nekem, és így tovább. Na most az igaz, de és akkor amikor mondjuk a moziba vannak emberek érzékenyek, akik nem bírják a horrorfilmet, képzeljünk el, mi nem bírjunk horrorfilmet, és bevisznek minket horrorfilmbe. Beülünk, nézünk, és fokozódik, és már nagyon durva dolgok mennek ott. Mit kell csinálni, hogy ne halljunk meg ott attól a érzelmektől? Fel kell kapcsolni a villanyt. Mikor felkapcsolják a villanyt, akkor én na jó, hát igen, ez nem igaz az egész, mert ez csak egy vászon. Akkor itt van más dolgok is, mert a moziban sötét van, semmi más nem látjunk, vászont nem látjunk, csak a vetítést. Szóval ugyanúgy, ami életünk most történik, vetítés megy, mi beleéltük magunkat, és néha már olyan rossz, már annyira rossz már minden, hogy már nem tudjak, hogy éljek vagy halljak. És megyek pszichológushoz, de ő tovább bonyolítja bele engem ebbe a mozi rendszerbe, a 3D moziba. Nem, fel kell kapcsolni a villanyt. Ez azt jelenti, kell tudás. Hogy felkapcsolni a villanyt, ez azt jelenti tudás, hogy nézd meg, te nem vagy ez a test. Ez téged annyira nem érint, te egy lélek vagy. Te most kaptál ezt a testet bizonyos cselekvésnek eredményeképpen, ezt a családot, környezetet, országot, nem véletlenül kaptál, de annyira ne éj bele magát, mert úgyis vége mindennek. Ennek a testnek vége, ezeknek a kapcsolatoknak vége, inkább gondold el, hogy hogyan lépjél ki a moziból,
időben, mielőtt teljesen használhatatlan leszel az élmények miatt. Szóval ez a lényeg, és így működik ez az életünk. Hogy kell tudás, hogy nem vagyunk ez a test. Oké. Következő, amit beszélünk, amikor először erről beszélünk egy kicsit, az életünknek a kapcsolatai, hogyha már reinkarnáció, akkor mi a kapcsolat, miért van, miért kell reinkarnálódni? Hát van egy logikus kapcsolat életünk között, mint egy filmsorozatban is, mindig van folytatás. Én mindig a Dallasnál vagyok leragadva, mert azt utáltam legjobban. Anyukám nézte minden nap. És igen, és akkor vannak láncolatok, vannak logikák, vannak folytatások, mint a mai nap és a tegnapi nap. Ma én folytatok, amit tegnap elkezdtem. Hogyha tegnap elkezdtem festeni, akkor ma befejezek. Ugye, hogyha elkezdtem kertészkedni ma, akkor holnap folytatok, holnap után megint folytatok, és sok utána majd ősszel aratok. Szóval általában van logikus folytatása a tavasz után a nyárnak, nyárnak után a ősznek, mert másféle tevékenységek, és ez mindegyik egyik kifolyik a másikból. Szóval ugyanúgy itt is az életünkben, hogy van ez a kapcsolat. És ugyanúgy, ahogy öregkorom függ attól, hogy mit csináltam én a fiatal koromban, vagy és élet első felében, ugyanúgy függ az én következő életem, vagy mostani életem az előző élettől. Egy példát mondom. Hogyha valaki fiatal korba nem tanul semmit, kábítószerezik, egyáltalán nem foglalkozik a testével, kapcsolatokkal, semmit nem csinál, annak logikus következménye lesz, hogy beteg lesz, akkor hamarabb megöregszik, mert nem figyelt oda, egyedül marad, mert nem ápolta a kapcsolatokat, ez logikus, ugye? Nem csodálkozunk, hogy valaki ilyen marad. Szóval ugyanúgy akkor a következő élet azon fog múlni, hogy most ebben az életben mit teszek. Szóval ez mindig működik ezen kapcsolatosan. És következő, amit megyünk, pár dolgot, hát bizonyítékok most nem pont ilyen nagy történeteket mesélek, de inkább olyat, ami nagyon sokszor gyakran halljunk az emberektől, pedig az, hogy azok, akik átélték a klinikai halált, akkor ők látták lejátszolva a saját életüket nagyon gyorsan, részletesen. És ez a, olyan részleteket is lejátszolták, ami nem is emlékezik már ember rég. Hú, ezt is volt, az is volt, és valamikor gondol, hú, ez jó, hogy akkor így reagáltam. Vagy valamikor, ú, ezt csináltam tényleg, az. És nagyon rosszul érzi magát. Szóval ez a dolog, az azért történik, mindjárt fogok mondani, hogy lejátszódik az egész mozi, a film az egész életről, hogy összegzés történik. Valójában a halál pillanatban el lesz, megvan már határozva, hogy milyen testet kapok következő születéskor. Itt ebben a világban nincsen semmi véletlenül, csak úgy, mint a tudósok azt mondják, semmi értelme nincs a világnak, egy véletlenül létrejött. Véletlenül úgy mentek a bolygók, hogy véletlenül létrejött az élet,
És akkor most mindenki véletlenül sétált az utcán, és ide bejött, és nem érti, véletlenül most sétva, én is véletlenül jöttem ide. Véletlenül felkészültem. Teljesen. Nem, nincsen véletlen. Ez a test, amit mindenkünk most van, az nem véletlen. Itt minden egyes porcika, minden egyes pórusa nem véletlen van így, ahogy van, hanem ez eredmény az előző életnek a cselekvésének. Ezért halál pillanatban összegzés történik, és mikor lejátszik ez a film, akkor a végén általában megáll egy kocka. És az lehet bármilyen kocka, mint egy kép, egy utolsó kép meg fog állni. Az tud lenni egy kutyus, cicus, nem tudom, mi lehet még. És azt mondják, hogy ami itt megáll neked utolsó pillanatban, a végkép, az lesz az új testet. Természetesen ez az utolsó kocka, utolsó gondolat, úgy mondják, az eredmény az egész életünknek, az nem véletlenül fog történni, hanem ahogyan éltem az egész életet, mindjárt pont itt fogunk erről beszélni. Itt van a Bhagavad Gita, amelyik arról híres, hogy nagyon jó ezeket kifejti, a lélek természetét, a lélek és a test különbséget, és ugyanakkor megmondja a reinkarnációról, hogyan működik, és a haláltörvényt is van, pont most itt a 8. fejezet beszél arról, hogy hogyan történik, milyen testet kap, mitől függ. Attól függ, hogy mire gondol valaki utolsó pillanatban, azt a testet kap. És az utolsó gondolat az már nem irányítható, hanem ez az egész életünknek, a cselekvésnek lesz az eredménye. Ugyanúgy, amikor valaki vizsgára megy, ott már semmit nem tud irányítani. Csak annyit leírja, amennyi egész évben tanult, vagy nem tanult. Ugye? Ott már nem tud hirtelen kis ujjából kiszedni a tudást. Amennyire megtanult, annyira leírja. Szóval a halál, ez egy utolsó vizsga igazából, mit tanultunk. Hogyha nem tanultunk meg, hogyha a cicus kutyus jön be a utolsó gondolatba, mert általában sajnos idős emberek, akik maradtak cicus kutyust maguknak, és ez nagyon kedvezőtlen, hogy utolsó korba, mondjuk így, legyen egy állat, mert elkezd sajnálni, ki fog vele gondoskodni, és halál pillanatban rá fog gondolni. Következő test az. Kutyus, cicus. Nem annyira kedvező. Az öregkor általában arra van adva, hogy az ember emeljen fel a tudatját, fejlődjön lelkileg. És a cicus és a kutyus mellett nem tud fejlődni. Cicusnak, kutyusnak jó ember mellett lenni, mert ember magasabb rendű. De embernek nem jó. Embernek kell keresni valakit, aki nála magasabb, hogy fejlődjön. Szóval ez erről szól, és ezért a Bhagavad Gita itt figyelmezteti, amire gondolunk utolsó pillanatban. És nem tudjuk már irányítani a gondolatokat utolsó pillanatban, hanem az fog történni, és ez az befolyása az új testünket, és kész. Ez a hangulat. Oké, akkor következőmet akartam még mondani. Hogyha szerencsés volt ember és emberi testet kap, de állati test mindegy, mert mindegyik test azért van, hogy teljesítsen a vágyait. Mert a kutya, macska, disznó, azok is teljesítenek a vágyokat, mert lélek vágyokkal rendelkezik, és hogyha magasabb rendű vágyak, akkor emberi testbe, hogyha disznóságra vágyik, akkor olyan a test is lesz. Megfelelő. Szóval ez így történik,
És az a például, hogyha emberi test, akkor általában a logikus folytatása, amit nem tudtam elérni ebbe az életben, de nagyon-nagyon-nagyon vágytam, akkor következő életbe viszem át magammal a vágyakat. És elkezdek próbálni teljesíteni azokat a vágyakat. Vagy, ami többször átéltem ebbe az életbe, és annyira akarok még ismétlést, hogy ezeket is vágyukat viszem magammal, hogy ismétlek. Ki emlékszik önök között, hogy gyerekkorában függetlenül a tévétől, a szüleiktől voltak olyan vágyak, ami az övé? Nem tudjuk honnan, de gyerekkoromban volt, és azt gondoltam, na ezt a dolgot ebbe az életbe tuti, addig nem hallhatok meg, hogy ezt nem próbálok meg, vagy nem érek el, nem kapok meg. Voltak olyanok? Akinek voltak, ez a bizonyíték az előző életről. Mert honnan egy gyerekbe vágy? Honnan lehet? Honnan jön létre? Az azért, mert már vagy csinálta, vagy nagyon akarta, és nem kapta meg, és akkor így áthozza. Szóval ezért kapja a következő születést, hogy teljesítsen a vágyokat. Oké, időbe vagyunk egyelőre. Ezek szerint nekünk van ez az elme, és ez az elme, amivel mi érezzünk, gondolunk, ez a léleknek egyik eszköze, és ez az elme használata segítségével mi tudjunk vagy fejlődni, majd mindjárt kicsit később megint fogok idézni, vagy öregedni, vagy degradálni, és így tovább. Igen, ezeket ma igazából beszéltünk, ezt is megbeszéltünk. Na, ez egy érdekes, ez a finom test, mert az elme, ami nekünk van, az pont ez a finom test. Mert már sokszor hallottunk az ember, vagy a test, a lélek és a szellem. Aztán néha a szellemre gondolják, hogy lélek, valaki így gondolja, nem baj, de lehet így is gondolni, de hogyha mi fogjunk a védikus terminológiát, mert bárhogy lehet gondolni szellemre, de a védikus terminológia szerint, hogy ember miből áll most itt a Földön. Van ez a durva fizikai testem, van finom fizikai test, ami szellemi test. És az az elme. Mert elme, ő nagyon képlékeny, gyorsan tud formát kapni. És van lélek. Szóval a szellem, ez a finom fizikai test. Az elme oda tartozik. És halál pillanatban, amikor mondtam, hogy van ez a kép, hogy már megvan a milyen testet kapok következő születéskor, ez azt jelenti, hogy halál pillanatára megvan ez a forma a testnek. Már a finom szinten. Ez a gyakori, egyre már kevesebb lesz, hát most nincsen itt olyan fiatalok, akik nem értenének, mindenki érti a régen fényképeket, hogyan csinálták, hogy amikor fényképet csinálnak, raknak egy papírt, fölötte van ilyen nagyító, beraknak filmet, rávilágítják a papírra, úgy emlékeznek még ilyen régi technológiára, és mikor rávilágítanak a fotópapírra, akkor mi lesz a papírra? Nem látszik semmi, fehér. Fehér lesz. De ez azt jelenti, hogy nincsen rajta már kép? Van rajta kép, csak be kell rakni egy vegyszerbe, és előhívni kell. Rendben? Szóval ugyanúgy, és minden itt történik, finom szinten.
Hát most is, hogyha beszélünk fényképekkel, akkor itt van először finom formában a számítógébe fénykép, és utána az elő ki lehet nyomtatni. Szóval ugyanúgy működik. A testünk is így alakul, hogy először megvan finom szinten a mi formánk, hogy fogunk kinézni következő életébe, és amikor anya méhébe kerülök, akkor ott történik az előhívás. Ott a fizikai csecsemő testem épül, anya szervezet biztosítja nekem alapanyagokat, és akkor a elme építi a finom test szerint a durva testet. Ezért, amikor megszületik, mi mindannyian különbözően vagyunk. Ki látta, hogy mindenki egyforma? Én még nem láttam. Persze mondjuk a magyaroknak, akik Szovjetunióban lakott, grúzok, meg üzbekek, meg ukránok, oroszok, mindenki oroszok. Ugye úgy szokták mondani, a kínai ez mindenki egyforma nekünk, de ugyanakkor mindenki máshogyan néz ki. És miért? Mert máshogyan cselekedtünk, máshogyan testet kaptunk. És például, amikor születik egy csecsemő hibákkal. Hát orvosok azt mondják, hogy génhiba. Az igaz, génhiba. De nem gén az oka, hanem már a finom, már az előző élet miatt be volt építve ez a hiba a génbe, hogy előjöjjön egy ilyen test hibával. Vagy nem működik a verse, vagy valami probléma van a szemeivel, vagy valami, de tudjuk mennyi gyerek születik, sok problémával van. Szóval ez így történik. Oké. Szóval a finom fizikai test, ez a, először mindig az alakul, és akkor ebből majd lesz durva fizikai testünk. Akkor így logikus minden, hogy hogyan átmegyek egyik testből másikba. Így össze lehet rakni a pázzalt a képet, hogy ez hogyan is működik. Oké. És akkor itt vannak a testek. Valójában azon múlik, hogy én milyen tudatban vagyok, hogyan cselekszek, hogyan gondolkodok, és így tovább, akkor ilyen testet fogok én kapni. Az lehet, mert állat az nem egy külön valami tőlünk. Nem. Ez ugyanolyan lelkek, mint mi. Lehet, hogy mi már megjártunk. Csak annyi sok lehetőség van itt, amikor ide kerül ebbe a világba a lélek, hogy megy állati testbe, növényi testbe, bármilyen testbe, és ő választja. Mert nekünk egy dolog van, mi most válasszunk ezen a mai napon, jelen időben, hogy én hogyan cselekedjek, milyen tudással, milyen irányba, mit fogadom, mert nem fogadom, mondom, hát minden ez butaság, nem érdekel, nem baj. Ez te választásod, de annak lesz következménye. Hogyha elgondolkodok, hoppá, mit csináljak, én szeretnék tudatosan építeni az életemet, mert ha nem egyszer élek, akkor annak is lesz egy eredménye. És ezt már megérkeztünk a karmához. Ami nagyon dörzsült szó, karma törvény, ez már lehet nevezni akár ennek a karmának. Akkor következő, hova megyünk. Hogyha én szeretnék jó életet élni, akkor mit kell csinálnom? Itt megint a lényeg, hogyha mi beszéltünk az elméről, itt megint a lényeg a gondolatok. Mert gondolatok mindig fognak cselekvésthez vezetni. A gondolatok azon függnek, hogy van tudásom, vagy nincs tudásom. Hogyha nincsen tudásom, akkor egy ilyen forgatókönyv alapján, mert nekünk van, nem csak, hogy reinkarnációval kaptunk ezt a testet, nem, nekünk meg is kaptunk nem csak teljesen karaktert.
hogy mondják ezt, karakter magyarul, hogy mondják? Jellem, jellemet, tulajdonságok. Miért megint nézzünk a kisgyerekeket, ahol még nem voltak befolyásolva semmivel annyira. Egyik gyerek, minden az enyém. Másik, más viszi, ne, neked is adok, kiosztja a játékokat. Egyik gyerek szereti a sósat, a másik az édeset. Egyik gyerek alapban már hazudik, a másik mindig csak igazat mond. Miért van? Előző életből hozták a karaktert is. Ezért, hogyha én nem fejlesztem magamat, először kezdődik fejlődés a tudása, akkor az a forgatókönyv, ez a jellemem, a karakterem, tulajdonságaim szerint fogok dönteni, és gondolkodni, és cselekedni. És akkor ez azt jelenti, ugyanazt csinálom, mint előző életben, akkor az eredmény ugyanolyan rossz lesz. Vagy rosszabb. De hogyha én megváltoztam a gondolatokat tudással, mert tudás változtatja, kaptam tudást, akkor aha, akkor most már így gondolkodok, akkor máshogyan fogok cselekedni. Szóval ezért a gondolat, a lényeg, most nem a titok könyvről beszélek, ahol egy kicsit misztikusan mondták a gondolatokról, nem, ez most ez mechanika. Szóval a gondolatok, ez nem valami varázslat, misztika, hanem igen, ahogy gondolok, úgy cselekszek, ez egy törvény. Oké. Okay. Igen, fontos, hogy jó gondolat. Hát mit jelent a jó gondolat? Ez kicsit gyorsan pár mondatot mondom, hogy mert van relatív dolog, hogy mi a jó gondolat, mi a rossz gondolat. Én szerintem ez jó gondolat. Nem, kell keresni egy ilyen abszolút koordinát indulópontot, amihez kell mérni a jó és a rosszat, nem magunkhoz kell mérni. Mert egyik embernek önzetlen lenni, az jó. Másik embernek megülni másokat, az jó. Ez jó gondolat. Szóval ez a relatív, hogy én gondolom, az nem biztos, hogy az jó, hogy én jó gondolom. Hanem kell valamihez mérni. Általában az emberek ahhoz próbálnak mérni, hogy mit olvasnak szentírásokban. Ahol, amit mondja Jézust, mit mondja Karán, mit mondják a védikus írások, ott megmondják, hogy mi a jó gondolat. Jó, következő. Igen, egész életbe kell ezt csinálni, természetesen. Nem, mert ahogy mondtam, utolsó pillanatban nem fogunk tudni már leülni és jóra gondolni halál pillanatban, hanem ez egy vizsga, ahogy mi csináltunk, gyakoroltunk, az lesz utolsó pillanatban is. És akkor következő... igen, mert már mi most, ahogy gondolkodunk, hogy cselekszünk, mi már félig másik testben vagyunk, mondjak így a védikus írások, mert most építjünk. Nem a halál pillanatban, már később, már megvan a test. De most, születés óta, ahogy megyünk, mi építjünk a cselekvésükkel, gondolatokkal az új testünket. Jó, és... még egy idézet Bhagavad Gita-ból. Ez a hatodik fejezet, ahol pont a jógáról is beszél, és mondja, itt megerősíti az én szavaimat, hogy gondolat a lényeg még a jógában, az igazi jógában, nem csak az aszanás jógában, az a lényeg, hogy én mire gondolok. Mert rossz gondolatokkal, tudás nélkül gondolatokkal ember degradálni tud, de tudja elmét, gondolkodást arra használni, hogy fejlődjen. És erre van. Nekünk erre van, az emberi testet kaptunk, mert állat ő nem tud gondolkodni. Tud gondolkodni, de így, hogy dönteni mi a jó és a rossz, ő nem tud. Neki már nincsen, mert neki csak a forgatókönyve van. Hogyha kecske, akkor füvet eszi meg a káposztát, hogyha oroszlán, akkor állatokat, és az már nem tud mit csinálni. De embernek lehet, és embernek kell használni, tanulni, fejlődni.
erre kapták emberi testet a lelkek. És nagyon-nagyon jó haladtunk. Rövid kis összegzést csináljunk végkövetkeztetésként, hogy akkor fontos tudatos lenni, legalább próbálni nyitott lenni erre a témára, hogy én nem vagyok ez a test. Nem olyan könnyű ez megvalósítani rögtön, de legalább kutatni, keresni, hogy hogy lehet megérteni, hogy nem vagyok ez a test. Ez egy nagyon fontos, amit szerettem volna mai előadáson kommunikálni. Következő, az elme segítségével építjünk a jövőt, hogy mi mennyire itt képzetek vagyunk, mennyire van tudásunk, attól befolyásol a gondolatokat, azon fog múlni a jövőt. Akkor, és nincsen semmi véletlen, nincsen káosz, hogy hopsz, halál jött, halál ment, nem. Minden törvények alapján van szervezve, irányítva, itt minden irányítják a törvények, akár a születést, akár a halált. De most az időhiánya miatt lehetett mesélni, hogyan történik a születés, kicsit beszélni, de halálról se beszéltem, hogyan történik, mi történik a tudattal, mi történik a testével, annyi sok minden van írva a védikus írásokban. Miért le van írva? Mert ez nem véletlenül történik, hanem ez törvényes, törvényszerű. Jó, akkor következő. Hogyha mi próbáljuk ebbe az életbe harmóniában élni az univerzum törvényeikkel, persze ahhoz meg kell tanulni, mik a törvények, mik az univerzum törvények, ami egyszerű, a Bibliában is ott van, ami Jézus tanított, ami Mózes tanított, a védikus írások ugyanarra tanítják, az univerzum törvények. Jó ember lenni, szeretné egymást, és így tovább, és így tovább. És, de ez kevés, még lelki fejlődéssel is kell foglalkozni. Akkor lesz ez a harmónia, akkor tudjunk biztosítani legrosszabb esetben emberi testet. Aztán lehet még fejlettebb szintekre emelkedni. Szóval a reinkarnáció, ez egy tudatos, tervezett dolog ember számára, hogy ember kapjon mindig lehetőséget jobb életet élni. Mert hogyha nincs reinkarnáció, akkor nincs igazság. Mert hogyha most én ebbe az életbe hibáztam, és akkor most örökké már vagy meghalok, mert nincsen több tovább, vagy örökké pokolba megyek, akkor ez igazságtalanság. Mert mi tudjuk, hogy mindenki kap esélyt megjavulni. A gyerek is, mikor rosszat csinál, akkor szülői nem mondnak, na, akkor most örökre ezt nem kapsz tőlem, vagy ez nem, hanem kapsz még egy lehetőséget, hogy jobbá tegye a dolgokat, és ezért van a reinkarnáció. Végül ezért van a reinkarnáció, amikor újra valaki visszatér lélek emberi testbe, akkor ébreszen a szívébe Isten irányi szeretetet. Na ez a fő cél a reinkarnációnak, hogy kapja, mert ritka emberi test, általában ember kap, a lélek kap emberi testet, utána megy, meghalt, hibázott, majd megy sok-sok másféle testükbe, és valamikor nagyon ritkán megint kap emberi testet. És azért kap, hogy hát ha most elkezd érdeklődni a fejlődés úr irányt, önmegvalósítás irányt, és Isten szeretet irányt. Ez a célja a reinkarnációnak. Akkor én ennyit terveztem, elég jó belefértem. Általában 2 órákat erről szoktam beszélni, most valahogy így sikerült 1 órára berakni. Vannak esetleg kérdések. Igen. Én most azon gondolkodom, hogy mire elég az, hogyha az ember
és elkezdi tanulmányozni, hogy vagyis megpróbál tudást szerezni arról, hogy ez mit jelent, mire elég ez? Mire elég? Igen. Hát ez a életnek az értelme. Mert amikor én megértem, hogy én lélek, megértem, hogy én nem ez a test vagyok, nem ebbe a világba tartozok, hanem nekem van egy eredeti állapotom, ahol én Isten országában élek, Istennel szeretett kapcsolatban. És oda kell visszamenni. Akkor tökéletesen boldog leszek. És ez, ennek az első lépése tudakozódni, hogy én lélek vagyok. Nem mondjuk ez a test. Mert itt, ebben a világban mi mindig szenvedni fogunk. El fogunk veszíteni a családunkat, és ez most nem, hogy negatív vagyok, ez tény. Ez egy tény. Most ezt megmondom, hogy nem, sose fogunk elveszíteni, csak akkor hazudnék. De ez fájdalmas addig, ameddig mi testnek gondoljuk magunkat. Amikor mi értjük, hogy mi lelkek vagyunk, akkor is fáj, mert szerettünk azokat a lelkeket, akik hozzám tartoztak, de nem annyira fáj, mert tudom, hogy erről szól ez az élet, és nekem nem akarok többet ezt a fájdalmat kapni, ezért, hogyha én visszatérem az eredeti lelkiállapotomba, ahol szeretetbe élek, akkor ott megszűnnek ezek a problémák, mert ott nincsen ilyen. Ezért kell tudnunk, hogy lelkek vagyunk. Igen. Én azt szeretném megkérdezni, hogy szó volt arról, hogy senki nem egyforma, illetve egyáltalán nem hasonlítunk egymásra, kivéve a szüleinket. Tehát nem teljesen világos számomra, hogy mihez képest kapok egy más testet, mint az édesanyám, akire borzalmasan hasonlítok. Jó kérdés, nagyon jó. Igen, és vannak ikrek, akiket még sok lehet valamikor nem is tudjuk megkülönböztetni. Jancsika, Pistike, Pistike, Jancsika. Azért, mert vannak, amikor egy kicsit hasonló karmája, akkor hasonló testvonások lesznek. Valamikor például, akik a Titánikon meghaltak, ott is volt hasonló karma, mert hasonló halálot kellett átélniük. Ugyanúgy, amikor mi ott születünk, mi se, szóval nem véletlenül mi kaptunk ezeket a szülőket, hanem azonos tudatú, amikor én kiléptem a testből már, és valahol egy pár nemzi gyereket, és a milyen tudatállapotban vannak, és akiknek hasonló tudat, mint az enyém, akkor ez bevonza engem. És ezért fogok hasonlítani rájuk, mert hasonló karmájuk van. Szóval, de nem vagyunk úgy ők. Ugye mi mindig külön személyek vagyunk. Igen, szóval így lehet. És vannak, bocsánat, még vannak emberek, akik nem rokonok, és nagyon hasonlítják egymásra. Igen, valamilyen szinten hasonló karmájuk. Vagy azok is hasonló karmájuk, akik paradicsomleves szeretik. Mondjuk. Például, akik Magyarországon születtek, ez is egy karma. Szóval mi nem születünk csak úgy, hanem olyan hasonló karmája, ami ilyen élményeket kell átélni, na akkor erre van a magyarországi terület, és akkor ide születnek. És akkor van finomítás. Ország, utána a város, utána az utca és a család. És akkor így egyre finomabb hasonló karma jön létre. Jó? Oké. Volt még? Igen? Én szeretnék olyat kérdezni, szó volt arról, hogy az első felejtés ugye a halálból következik, a másik felejtés pedig a megszületés. Igen. És én azt szeretném megkérdezni, hogy a mi lelkünk halálunk után mennyi idő múlva keres egy másik testet? Hát van olyan időszak, amikor sokáig nem keres, és akkor valahol kijön? Igen, van különböző variációk, igen, valamikor van olyan állapot, mint egy alulállapot, nem tudatos, mint hogy alszik, és csak magához tér, mikor már anya méhébe került, valamikor több másfél állapotok vannak, de nem keres, amikor lélek kilépett a testből, ő nem keres,
hanem ő vár a sorsára. Amikor valahol hasonló tudatállapotú vannak, akik most nem zenek a gyereket, akkor engem egy erő bevonza oda. Apjának a magjába először, és utána magjával bemegyek anya méhébe. Szóval így történik. De mi nem keresünk. Minket kontrollál karma. Mi nem keresünk, és mi nem választjunk szülőket. Csak vannak a szentek, olyanok, mint Jézus Krisztus és a többi szent proféták, ők képesek választani, ki legyen a szülő. A többi átlagember nem tud választani. És most ez egy jó dolog, mert eszembe jutott egy másik oldal megközelítés. A szülők, akik nem zenek gyereket, hogyha ők például alkohol, kábítószer hatása alatt nem zenek, akkor módosított tudatban vannak, akkor egy ilyen lelket bevonzák, aki ilyen vagy pszichikai beteg lesz, vagy testbetegségei lesznek. Szóval ez nagyon befolyásolja. Azért az írások mondják, hogy nagyon jó, mert a gyereknemzés, ez nem szexualitás élvezetről szó, hanem ez egy adni lehetőséget egy léleknek fejlődni. És ezért a védikus írások mondják, hogy mikor nem zenek a gyereket, akkor maximálisan jó tudatállapotban kell lenni. Akkor jó lelkeket lehet bevonzani, és akkor a Máriának, a Jézus, meg a Józsefnek, nem véletlenül ők nekik Jézus született, mert nagyon tiszta tudatok voltak. Lelki tudatban voltak, ezért egy lelki tanítót kapták gyereknek, ugye? Pedig ott nem is kellett nemzeni, de nem muszáj mindig nemzeni. Isten, hogyha akarja, akkor úgy születik, ahogy küldi a fiát, ahogy ő gondolja. Szóval így fontos mindig a jó tudatállapot. Jó? Igen. Még egyet szeretnék megkérdezni, hogyha valakinek nincs ideje a halál a pillanatában, mert váratlanul. Köszönjük szépen, viszontlátásra. Nincs ideje gondolni sem állatra, sem semmire. Ott mi dönti el, hogy milyen formában fog újra születni? Tehát annyira hirtelen váratlan, hogy érzi. Aha, nagyon jó. Igen. Hát ott akkor is összegzés fog történni halál pillanatban, hogy ideig mit csináltál. Igen, mert testnek is a hirtelen halál, kicsit könnyebb, nem kellett szenvedni, de ugyanakkor ez is egy karma. Szóval nekünk megvan, mikor meghal a test, és hogyan. Valakinek hirtelen, valakinek lassabban, de addig, amit csináltunk, az lesz összegezve, és akkor... Igen. Embernek, igen. Emberi test után állatébe büntetés, de nem bünteti senki. Ember magát bünteti. Például már sokszor mondja, miért Isten? Isten nem büntet senkit, Isten ő a szeretet, ő mindenkit akar, mindenki szeretetbe élünk, de hogy az ember éli, mint egy állat. Ő saját magát megbünteti azzal, hogy ő ezért állati testbe fog születni. De senki nem akarja se. Igen. Jó? Még ott volt. Én akartam, hogy ha lélek már ott a fogadatáskor, ha jól értettem, ugye? Igen. Akkor már az én feltelésem most így, akkor megtölt, hogy én reménykedtem, akkor édesanyám, amikor decemberben elment, utána két óra múlva lett egy kisunkám, és olyan vonásai voltak, vagy vannak a kislánynak, mint anyukámnak volt, így természetére gondolom. Hogy miután elment, utána volt nemzés. Igen, nem, már akkor akkor nem. Az anyukám nem lehet az unokám, nem. Meg két nem, sőt. Nem. Reménykedtem benne. Nem. Hasonló karmájú lehet. Igen, előfordulnak olyan esetek, amikor családba születnek vissza, valamikor férfeleség következő letbe fordítva lesz. Aki volt a férj, az lesz a feleség. És szóval sok variáció lehetséges, az lehetséges. Az anyukám lelke már nem lehet
így nem lehet. Igen. Először ki kell lépni a testből, hogy bemenjen egy másikba. Igen. Igen. Mert lélek az attól a pillanattól magjával, apja magjába kell, hogy legyen. Másképp nem működik. Igen. Igen. Mert volt, hallottam ilyen variációkat, hogy a születéskor, vagy valamilyen pár hónap múlva, akkor a magzatban jön a lélek. Hát nem, nem. Első pillanattól az már magzat nem is nem tud fogalmazni, ezt nem tud megkötni a mag, hogyha nincs benne lélek. Mert ő az ego, ő bemegy anya méhébe, és akar életet kapni, és akkor ő ott belekapaszkodik, és élet erővel megmarad. Hogyha anya nem lesz büszke, kemény önző, és egóval elnyomja, akkor elvetélés történik, mert erősebb, mint a magzat. Hogyha anya alázatos, finom, önzetlen, és adja teret, akkor ő a kis, az a kis lélek, ő tudja saját kisebb egóval belekapaszkodni. Szóval azért lélek nélkül nem történik. Hát sok esély lehet, valamikor csak a karma ilyen, hogy meg kellett születni és gyorsan meghalni, valamikor igen, átgondolja, hát ez ritkában, valamikor a szüleiknek hatására. Az elvétélés, ott sok minden lehet, de van egy nagy esély, amikor az anya nagyon túl kemény, túl egós, nem engedelmeskedik. Akkor ő neki is, mert ott már még egy lélek van a testben, még egy ego, akinek kell adni teret, és hogyha engedelmes nő és alázatos, akkor ő adja lehetőséget belekapaszkodni. Hogyha nem, akkor elnyomja a saját egójával, és akkor ki elvetél. Igen. Hát, hogyha ez megvalósított lélek, lehetséges, vannak olyan, mi nem tudhatjunk róla, hogyha mi nem vagyunk lelkileg fejletek, sose fogunk tudni. Inkább tragédiának lássunk, az jobb, hogy túl korán meghalt, de vannak esetek, történetek, ahol ilyen van, hogy csak egy röviden csak vagy meg kell születni, rögtön meghal, és akkor tovább megy. Ilyen lehetőségek vannak. Vagy így is történhet. Szóval az nagyon fontos, hogy sokféleképpen történhet. Persze mindegyikre kell tudományos, vagy védikus, írásos bizonyíték, hogyha nincsen benne, akkor az már spekuláció lehet. De több variáció van, és ilyen van, mert vannak bizonyítékok a védákba. Igen. És még annyit szeretnék megkérdezni, hogy közben örök az agyam, hogy ha valaki olyan életet él, tényleg kiváló, kitűnő, mondjuk ahogy szokták mondani, Istennek tetsző életet, akkor ő minek fog leszületni a következő életben? Tehát már nincs több olyan feladata, mert minden lelkileg tökéletesen felül, azok lélekként éli az életét, el tud vonatkoztatni. Hát lélekként élni, nagyon jó, lélekként élni, ez azt jelenti, hogy szolgálni Istent. Mert léleknek az a természete szeretettel, ő nagyon nagy boldogságban él, végtelen nagy boldogságban, semmi nem tud megzavarni, egy ilyen lélek így él. És ő, hogyha vagy visszatér, mert ahogy mondtam, hogy ezen a világon kívül van egy másik világ. Mi onnan jöttünk igazából, a lelki világ az a neve, és vagy visszamegy oda a saját eredeti helyzetben, vagy hogyha még egyszer itt megszületik, akkor fog terjeszteni Isten szeretetet. Akkor fog menni, tanítani, prédikálni,
és próbálni lelkeknek adni lehetőséget, hogy tapasztaljanak meg ők is, mit jelent szeretetbe élni Isten irányt. De erre fogadni gyakorlatokat, mert ez nem úgy fog működni, hogy csak szeres, mert ez nagyon könnyű mondani, hanem fog mondani, hogy mit nem kell csinálni, mert mi az, ami megüli a szeretetet, mit kell csinálni, ami felébreszti, mert fel kell ébreszteni szeretetet. Szóval ezek a lelkek ezen a bolygón ezt csinálnak, csak. Másképp nekik nincs másra szükségük. Igen. Parancsolj. Csak annyit szeretnék kérdezni, hogy megfogalmazódok, hogy elég sokat lett emlegetve az Isten, Jézus, stb. Biblia. De közben meg mellette lett említve az univerzum. Mert én buddhista filozófiát tanultam, és ott teljesen nem Istenekről beszélünk, mert ezen kívül nem is vallásról beszélünk, hanem filozófiáról. És már nagyon sok tan bemutatta azt, hogy Isten nem is létezik. Hogy én bennem nagyon furcsaság lépett most be, hogy mintha ez a isteni születés, lét, tudat, mint egy kicsikét erőtetve lenne. És az univerzum energiája, amiből lettünk, tehát abból a másik lét életünkből, az hol volt? Oké, köszönjük szépen. Ismerünk a buddhista filozófiát, de most azt, aki gondolja, hogy az a nekivaló, az legyen az ő hite, nem probléma. Amikor mondta, hogy vallást kell, mi most itt kevertünk, nem volt keverve vallás. Hanem először a tudás, amit én meséltem, az honnan van. Elején mondtam, hogy a tudásnak a forrása a Isten. Az univerzumnak, az nem baj, az univerzumnak a forrása Isten. Semmi nem jön létre magától. Energia honnan jön? Ez a fény, az honnan van? Magától innen világít? Van egy forrás. Igen? Szóval mindennek forrása van. És minden energiának, amiből volt teremtve univerzum, a forrás az az Isten. Ő a forrás, ő azt mondja, aham sarvasya prabhava. Ez a szanszkrit, hogy én mindennek vagyok a forrása. Ezért nem beszéltünk a vallásról, mert ilyen Isten milyen vallású? Milyen vallású Isten? Szeretet milyen vallású? Most az magyar anyuka szereti a gyereket, a kínai anyuka szereti a gyereket, indiai anyuka szereti a gyereket, mi a különbség? Semmi. Na, akkor Isten milyen vallása? Semmilyen. A Isten vallások fölött áll. Aha. És... Nagyon jó, igen. Isten vallások fölött áll, ez az egyik. A másik, hogy sose lesz teljes kép, hogyha mi beszélünk univerzumról, és kihagyunk belőle Istent. Sose fogunk megérteni, mert nem lehet. És ez a hiba a mostani tudományban is, sose fognak megérteni a világot, mert Isten kihagyják. De nem lehet. Semmiből nem lehet kihagyni Istent. Mert ő a forrás, ő minden megadta, amíg minden, ami csak létezik. Minden az ő energiája. Szóval őt kihagyni, ez azt jelenti, hogy sose érteni semmit. Tehát akkor úgy lehetne fogalmazni az én gondolatom. Uh-huh. Hogy az Isten szó helyett lehetne használni azt a szót, hogy univerzális, univerzum energiája, ami nem is fejezheti, aminek adtunk nevet. Nem. Isten. Nem.
Istennek van neve, Isten személy. Ő egy személy. Úgy mondják, helyesen mondani így, Istenség legfelsőbb személyisége. Isten személy. Mert, hogyha ő lenne csak energia személytelen, akkor hogyan, akkor mi vagyunk magasabb, mint Isten? Mert mi személyek vagyunk. Az nem, nem. Ez azt jelenti, ez most logika, hogy a forrás, mi vagyunk, ő forrás ok, Isten az ok, mi vagyunk az okozat, mi vagyunk a termés. És hogyha mi rendelkezünk tulajdonságokkal, mert energia az valami energia, de mi tudatosak vagyunk, nekünk vannak érzelmek, energiának nincs érzelmek. Hogyha nekünk van ez, nekünk vannak érzelmek, mi vágyunk a szeretetre, és mondani, hogy Istenben ez nincs, az nonsens. Mert akkor arról akkor mondani, hogy mi több vagyunk, mint Isten. Nem, a forrásban, vagy az okozó, okban minden tulajdonság eredetiben már ott van. Hogyha mi azért személyek vagyunk, érzelmi lények, akik szeretetre vágyunk, mert Isten ilyen. Mert saját... Így van. És az igazság az nem különbözik. Most ön mondta a Bibliát, a Védákban ugyanaz van írva. Ez nem vallásról van szó itt, hanem igazságról. És az igazság bármilyen könyvben nem különbözik egymástól. És Isten képére van teremtve a lélek, ez azt jelenti, hogy neki vannak, van forma. Nem te anyagi, most nekünk anyagi test van, az lassan rohadt. Bomlik, de neki van lelki testje. Nekünk is van lelki testje, amikor megtisztolunk ettől a testtől. Jó, akkor a személyiség. Ez fontos, hogy személy. Másképp energiát nem lehet szeretni. Szerelmes vagyunk ebbe a fénybe. Nem lehet. Mert nem lehet viszonyulni. Viszont a személyekbe, személyekkel lehet viszonyulni, őket lehet szeretni. És mikor mondanak, hogy Isten szeret, az azt jelenti, hogy személy. Mert egy fény engem nem tud szeretni. Hogyan engem szeret egy fény, vagy egy ilyen energia? Belemegyek egy ilyen boxba, ahol van 380 volt, szeres engem. Az nem tud engem szeretni. Igen, jó, megrázza! Mert sokan azt hiszik, hogy a saját képmás az a formára vonatkozik, nem a testformára. Én így gondolom. Igen, tulajdonságok. De van neki forma. Van formája, csak nem feltétlenül úgy néz ki, mint én. Hát nem úgy néz ki, de emberi, te, emberi alak, nem, emberi alakja. Megvan nekünk az a hitként, hogy erre úgy nem hit, meg. nem hit. Hogy milyen formában, tehát lehet, persze, le van írva, igen, hogy ő formája, emberi forma van. Igen. Köszönöm szépen. Igen. Nem olyan, mint a miénk, megint ez anyagi test, mert sokan mondják, nem lehet, mert emberek összekeverik, gondolják, hogy akkor Istennek van anyagi test, nem anyagi, lelki, de léleknek van forma. A lelki testnek a forma. Ahogy én meséltem most, hogy hogyan finom formából lesz ez a test, mert ez már megvan, mint a fényképen, ugyanúgy Istennek is van forma. És mivel ő öröki, akkor ő, mert sokszor, amikor próbálnak ábrázolni Istent, akkor ilyen öreg bácsinak ábrázolnak, ilyen szaká, ősz, már nagyon ősz, foga nincs, mert fogoroshoz nem jár, mert nincs pénze, olyan szegény Isten, ugye a felhőn ott unatkozik, nézi, mit csinálnak az emberek. Nem erről van szó, hanem lelkitest, ez azt jelenti, hogy sose öregszik. Ő mindig fiatal, ő a szépségnek a forrása. Azért mondják, hogy a természetnek a szépsége, ez az Istennek a mosolya. Minden, ami szép, ez minden tőle jön. Szóval ön vörökő, fiatal és nagyon szép. Oké. Nagyon jó. Jó kérdések voltak, köszönöm szépen, nyug és aktív volt. Hát akkor most be fogunk fejezni. Remélem, hogy még találkozunk, majd megbeszéljünk.
Mindenkinek szép estét továbbra is kívánok, és Hare Krishna! Köszönöm, köszönöm szépen!